Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A Mercantil Bank Liga labdarúgó MB2 29. fordulójában a gyirmótiak a hazai pályán fogadták a Ceglédet. A gyirmóti csapat 5 mérkőzésből 4 győzelemmel és 1 döntetlennel áll. A ceglédiek pedig az elmúlt 5 fordulóból mindösszesen 4 pontot szereztek. Így papíron a hazai csapat azért esélyesebbnek számított, azonban egy nagyon jó védekező Cegléd ellen kellett felkészülniük. A kezdő csapaton látszik, hogy nagy változás nem történt, mindösszesen annyit lehetett észrevenni, hogy egy hét kihagyás után Nagy Patrik újra bekerült a kezdő csapatba, Szilvási Péter pedig most nem volt ott a kerettel. Az előző találkozóhoz képest mindösszesen ennyi különbség volt a kezdő csapatban. Sárgában a találkozón a hazaiak, tiszta kékben pedig a vendég Cegléd együttese. És a vendégek kezdték egy picit aktívabban a mérkőzést, rögtön bizonyították, hogy nem csak védekezni készülnek, hanem bizony ők most a győzelemre játszanak. Ez a fejes azonban a 8. percben elkerült a Rusák kapuját. Aztán jött az első hazai helyzet a 21. percben, kis szöglete után egy kifejelt labda, és Présinger próbálja távolról célba venni a kaput, ez fölé megy ez a labda. A 26. percben Nyilas szabadrugása, szintén nem talált kaput. Az első fél órában tehát még a kaput nem veszélyeztették a csapatok. 36. percben jön egy ígéretes beadás, beleér egy védő, így továbbra sincsen igazán nagy helyzet a hazai csapat előtt. 2 perccel később egy kicsit ügyetlenkedik a gyirmóti védelem, és Peres lövését kell védeni a gyirmóti kapusnak. A 38. percig kellett várni, hogy egy kaput eltaláló lövést lássanak a nézők, és ennyi volt az első félidő tulajdonképpen. A második félidőben aztán már egy lepattanó lövés Domásditól, de ezt könnyedén fogta Rusák. Aztán jön egy hatalmas zicser, Sandal kerül helyzetbe, de nem tudja elpöccinteni az 52. percben a kimozduló vendégkapus mellett a labdát, úgyhogy marad a 0-0. Aztán az 58. perc, ismét egy pici zavar a hazai védelemben, Présinger adja haza a labdát, Rusák pedig rossz helyre lövi ki, Kujber Tamás pedig az üres kapu fölé bombázza, így egy óra után továbbra is 0-0. Présinger erőszakosan megy tovább és kap egy labdát a bal oldalon, vele szemben 3 védő, középen pedig nagyon sokan, de nem jut el középre a labda. Aztán a 71. percben Kis Máté a labda mögött, jó 25 méterről próbált a kapura tenni, itt pedig nincs 11-es, továbbra sincs gól a találkozó. Mindkét csapat próbálta eldönteni a 3 pont sorsát. A 76. percben Damásdi lódul meg, kicselezi a védőket, és el is jut egészen lövésig. Az erőtlen lövést vagy a túloldalra ívelést viszont Rusák lehúzza. Aztán jön az ellentámadás. Jobb oldalról jön a beadás. Sandal feje fölött elmegy a labda. Présinger előtt ott a helyzet, és ballal a jobb felső sarok mellé fölé bombáz. 81. perc. Most egy védelmi hiba a Ceglédnél. Présinger volt erőszakos. Nagyon jól teszi középre a labdát, lemarad a társ, és a túloldalon pedig Sandal lövését kell kiöklöznie a vendégkapusnak. Továbbra is 0-0, 2 perccel a rendes játékidő vége előtt, ismételten egy hiba hátul, és Rusáknak kell nagyot menteni el lábbal, hogy maradjon a döntetlen. A 4 perces hosszabbítás leges legutolsó pillanataiban járunk a 94. percben, amikor egy hosszan előreívelt labda megtalálja Présingert, de az is lehetett, hogy nagy sietségében Stíber András is odaért a kapu torkából. A két gyirmóti játékosnak csak a kapu fölé sikerült lőni azt, így maradt a 0-0, és ez volt a tavasszal az első olyan találkozó, ahol a gyirmótiaknak nem sikerült gólt szerezni. Ennek ellenére azonban a hazai gárda a 29. forduló után a 3. helyen áll a tabellán. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.